Nagyon régi történet ez. Most magam is meglepődöm, mikor kimondom, hogy 20 éve vagyok a szakma közelében. Teljesen véletlenül kerültem a Bábszínház közelébe. A Ciroka Bábszínházban vett fel a Kovács Géza műhelyben. Ott töltöttem el 6 évet. Én így utólag visszagondolva azt a 6 évet tartom az én iskolámnak. Gézának köszönhetően és a Ciroka akkori helyzetének köszönhetően rengeteg technikát kipróbálhatunk, rengeteg izgalmas rendező jött, és az a 6 év tényleg tartalmas volt. Én meg igazából fogékony voltam erre a műfajra, mert az én képességeimhez ez úgy látszott, hogy passzol. Tehát az eredeti szakmám aranyműves, ötvös és drágakő foggaló és drágakő szakértő vagyok. Amikor kiváltam a Bábszínházból, akkor az Ákos is kivált. Ez pont 15 évvel ezelőtt volt. Az első külsős munkánk a Bobita Bábszínházban a diótörő volt, ami egy nagy volumenű munka volt, és akkor úgy osztottuk le a feladatokat, hogy az Ákos tervezte a díszletet, én a bábokat, és akkor ez egy ideig így ment. Tehát számtalan munka, tehát 60 és 100 között van a bemutatóim száma, nem tudom pontosan mennyi. Mindegyik izgalmas, és mindegyikben a munka folyamat az izgalmas. Nincs kedvenc műfajom, tehát ugye a Bábszínház alapvetően technikailag is lebontható különféle műfajokra, de nem tudom egyikre se azt mondani, hogy kedvencem. Azt a részét is nagyon szeretem, amikor már a kész tervek alapján valós formákba öntjük a dolgokat, és a tárgyakat, a bábokat, és festeni kifejezetten szeretem az egészet, ami azt hiszem látszik is a munkákon, hogy szeretek a színekkel játszani. Igazából minden részét szeretem. Persze vannak rendezők, akikkel hamarabb megtaláljuk ezt a hangot, vannak, akikkel nem. De igyekszik az ember. Igazából most azon filozofálunk sokat Szilárddal és mindenkivel, akivel így egyformán és nagyon érdeklődünk a téma iránt, hogy tudunk még pontosabbak lenni, még tudatosabbak, és hogy tudunk még a finomságokra. Tehát, hogy ebben a bábszínházi működésben ez egy nagyon szoros időbeosztás, de mégis hogy tudunk ebben a szoros időbeosztásban magunk felé még igényesebbek lenni, és még inkább elmerülni a témákban, és bizony az egy év és mindenféle problémákkal szembe haladva egy kicsit megállni, és igenis foglalkozni a dologgal még jobban, mert mi is látjuk a hibákat, tehát mi is látjuk, és meg is mondjuk egymásnak is, tehát mi rengeteget beszélgettünk erről, hogy ki hol tart, és hogy csinálja a dolgát, és azt látjuk, hogy a hibák mindig ott ütköznek ki, ahol egy kicsit nem figyelünk oda. Tehát amikor valami miatt, de ezt nem panaszkodásból mondom, de egy kicsit pénzhiány, időhiány, stb. Egy csomó olyan külső tényező van, ilyen akadályozó tényező, és akkor egy kicsit elvonja a figyelmünket, nem figyelünk oda, és mindjárt nem az kerül fel a színpadra, amit szeretnénk, viszont a vonatot toljuk, és célba kell érnie, és utána ezek a hibák visszaköszönnek, és előjönnek, és megbeszéljük. Egy olyan hasonlatot találtam most itt a találkozó alatt, hogy minden előadás egy vonat, és azt elindítjuk, és nagyon, nagyon könnyű kisiklasztani az elején. Nagyon komoly rendszerek dolgoznak a Bábszínházban belül is, az előadásokon belül, tehát az elkészítés folyamán is, és rengeteg tényező van, aminek meg kell felelni, és ebben a rendszerben, ha az elején egy előadásban nincs kitalálva jól az alaprendszer, és nem tudunk arra szépen rácsatlakozni, akkor kisiklik a vonat. Viszont a kisiklott vonatot is végig kell tolni. És az iszonyatos energiákat emészt fel, sokan ülünk a vonaton, és célba kell érnie, mert ugye mennie kell a dolgoknak, és az elején, a legesleg elején nagyon oda kell figyelni. És nem szabad megalkuvónak lenni.